Régi német hagyományt elevenített fel már 5. éve a Brunsvik óvoda. A terményhálaadás ünnepét igyekeztek meghonosítani nálunk. Reméljük, mint több sikerrel. Hát ez 5 éve van itt az óvodánkban, egy bajai kolléganő hozta ide, és azóta mi akkor megszerettük, megkedveltük. Úgy gondoltuk, hogy ez igazán egy német, eredeti német ünnep, ez az Erntedankfest. Németországban még ma is van, még ma is ünnepelik, és azóta itt van az óvodánkban. Röviden a koreográfiájáról, amit láttunk. Hát kezdtük egy megnyitóval, hogy a gyerekek behozták a koszorút, utána volt a köszöntés, utána láttunk egy táncot, egy ilyen német nemzetiségi táncot, egy ilyen kis összeállítás volt benne, lassú polkarész és minden. Utána volt egy piacos játék, bevásárlós kis szituációs játék, a gyerekek gyümölcsöket és mindenféle terményt vásárolhattak a piacon. Ők ezt németül kérték, németül kapták, németül fizettek érte. Utána egy kis kosaras táncot láthattunk, utána volt egy dalos játék, ahol a gyümölcsök mentek be a zsákba. Tehát ez volt a lényege, hogy mindenféle gyümölcs volt a gyerekek nyakába, és volt egy man, egy ember, aki ezeket a gyümölcsöket a körjátékkal begyűjtötte. És a végén ezek a gyümölcsök, a gyerekek megnevezték, hogy mi van a nyakukba, és ezek a gyümölcsök mentek be a zsákba. Tulajdonképpen ezzel a kis ünnepséggel a gyermekek mit tanulnak meg becsülni, értékelni? Tehát mi a lényeg az eszmei mondani valója? Mindenféleképpen a német identitást ezt erősíti, a kifejezőkészséget, a nyelvi tudatot, tényleg nagyon sok mindent kapnak, mert a szókincsük gyarapodik ezáltal. Ez tulajdonképpen mi két tannyelvű óvoda vagyunk. Ezt mi magyarul is és németül is játszunk. Mindig megelőzi egy magyar játék. Tehát, hogy magyarul tudják, hogy mit jelent ez a betakarítás, az őszi betakarítás. Tehát ez környezetismeret foglalkozás keretében mindig van őszi betakarítás. El szoktunk menni a gyerekekkel szüretelni, vagy almát szedni, diót törünk, mogyorót teszünk, megtanulják, hogy gyakorlatilag milyen őszi gyümölcsök és termések vannak. Mit jelent magyarul az, hogy szüretelünk? Milyennek a lényege? És utána megkapják ugyanezt németül, a gyerekeknek mindig el van mondva, hogy ez a terményünnep, ez a betakarításnak a megköszönése. Ez ugyanúgy megvan magyarban is, tehát a magyarban van a szüreti bál, magyarban van az aratás tulajdonképpen. Tehát ez nagyon sok népnek megvan a tudatában, megvan a tradíciójában, hogy ezeket a betakarítási kis ünnepségeket, ezeket megköszönik tulajdonképpen. És ez németül is így van. A gyerekek azok mennyire, milyen sok munkába kerül őket betanítani? Hát ez tulajdonképpen minden játékosan megy. Minden játékosan megy. A gyerekek vásároltak. Bemutattam nekik. Először én voltam a vásárló, én voltam az eladó, és utána gyakoroltunk, és mentek, és közben rengeteget beszélünk. És nem úgy tudatosítom a gyümölcsneveket, meg a bevásárlást, hogy elmondom németül, és elmondom magyarul, hanem eljátszom én magam, megmutatom a termést, elmondom németül, és akkor látja, tehát vizuálisan kapja meg a képet arról, hogy ő mit lát, mit foghat a kezébe. Megfoghatja, megveheti, és így megtanulja a játék közben. A közös szüret, a közös szilvás gombóc főzés például, vagy lekvárbe főzés, vagy befőtt eltevéssel, szintén a hagyományokat tápoljuk. Közben, hogy elmegyünk kirándulás közben terméseket begyűjteni, ezáltal a gyerekek megtanulják megbecsülni a környezetüket.